Hát ugye eleve a másfél milliárd az kiesik. Így van, a 20%, ezért van ugye a 6 milliárd, és a 6 milliárdból 300 millió tanító, és 5 milliárd 700 millió tanuló. Tehát azt a sok embert valakiknek kell tanítani. És ez a 300 millió kiválasztódása, ez ebben a 6 évben történik, ami innentől van. Eddig is választódott. Tehát még 6 évig választódik. Na most, ami egy érdekes dolog, és nagyon durva. Te csinálhatsz bármit az életedben. Jó, és bárki a bolygón csinálhat bármit az életében. Ha nem fejleszti föl magát arra, hogy bekerülhessen az aranykorba, az, amit ő csinál, az megy a levesbe, megy a szemétbe. Arra nincs szükség. Tehát itt beszélhetnek mindenről, ami nagyon fontos ezen a bolygón, de ha nincs aranykor, az mind megy a kukába, nem tudom, világos-e. Tehát itt lehet itt csinálni mindent, mindenki sütögetheti a saját kis pecsenyéjét, de nem lesz aranykor, akkor minden megy a levesbe. Világos ez? És megvan, hogy miért kell a levesbe menni, erről már sokszor beszéltem, vagy többször. Erről most nem fogok. Tehát nincs más megoldás a fentiek részéről. Tehát vagy bemegyünk az aranykorba, vagy úgy, ahogy van, ezt a bolygót nem a felületét pusztítják el, hanem az egész bolygót. Tehát ugye eddig volt ilyen felületi pusztítás 6-szor ezen a bolygó történetében. 6-szor. De most nem felületi tisztítás lenne, hanem bolygótörlés. Mert más a helyzet jelen állapotban, mint bármikor volt a történelem során. Nem az ember miatt, ezt is mondanám. Tehát nem az ember miatt más a helyzet. Jó? Ezért van az embernek még egy esély adva, hogy felfejlődjön arra a szintre, hogy képes legyen az aranykorban élni. Na nézzük tovább. Azt az üzenetet kaptam a Teremtőtől, üzennek nekem, hogy mivel te is jó ember vagy, figyelmeztesselek arra, hogy te is kezd el a lelki fejlődésedet azért, hogy te is képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élni. Akkor te is bekerülhetsz az aranykorba, és nem kell, ez nagyon kemény, 6 éven belül elmenni a más világra. Tehát ha ebben a 6 évben valaki azt mondja, hogy hagyjanak a ménkübe azzal, hogy itt fejlődjek meg ilyesmi, ezt tudod, mit csinálnak vele? Fogják és leállítják a szívét. És akkor ez még egy tök humánus dolog. Vagy fogják, megpatintják egy ért a fejében. És kész. És annyi. És ha megnézed, egyre több ilyen halálesetet látsz. Tehát az ilyen halálesetek száma rohamosan szaporodik. Tehát exponenciálisan. Jó? Tehát ez nem babra megy a játék. Célunk a boldog élet, az aranykor. Jó, itt van egy pár, ami égi üzenet, de azt most nem olvasom fel, időhiány. Na itt van. A lelki fejlődésnek 7 szintje van. Tehát mit jelent az, hogy bekerülni az aranykorba? Az azt jelenti, hogy az emberiség nagy része ezen a szinten leledzik, ezen a 2 szintű közül valamelyiken. És itt lehet bekerülni az aranykorba. A 6. szinten. Legalább a 6. szinten. Csak az kerülhet be az aranykorba, aki legalább a 6. lelki szintre fejlődik. Na most az, hogy bekerüljön ide, tehát följusson az ember a 6. vagy a 7. lelki szintre, ez saját csapat nélkül nem valósul meg. Tehát ami azt jelenti, hogy
Valahova tartozás az azt jelenti, hogy valamilyen közösségbe az ember tartozik. Az elismerés azt jelenti, hogy azon a közösségen belül elismerést ad és kap. Na most az ember egy közösségen belül akkor tud elismerést adni, kapni, ha ott eredményeket hozott létre ő saját maga. Akkor nézzük tovább, önmegvalósítás. Az azt jelenti, hogy képes arra, hogy kiálljon mások elé, és megmutassa azt, hogy ő mire képes. Lásd a zenészek például. Na most, de a zenészeknek van egy idéglenes csapatuk, amikor oda mennek az emberek. Az aranykor az nem egy idéglenes csapat, az egy állandó közösség. Tehát ott például a munka úgy fog menni, hogy az emberek összeszövetkeznek, és úgy végzik el a munkát. Tudod napi hány órában? Másfélben. Max kettőben. Képzeld el? Tehát az azt jelenti, hogy az önmegvalósítás is akkor tud működni, ha van saját csapat, ami elé ki tud, aki ki tud állni a saját csapata elé, az emberei elé. Érted? És tudja magát adni az embereknek. Mint egy zenész például, vagy egy színész. Jó, csak ők megint csak nem saját közösségnek adják, nem tudom, világos-e. Ezért van az, hogy valaki letűnik a színpadról, azt olyan hamar elfelejtik, hogy mert az nem az ő csapata, az nem ő hozta létre, az nem egy fix csapat. Oké? Mondok példát, jó? Hát ma éppen valaki beszámolt arról, hogy mintha fölfedezte volna egy kicsit a spanyol viaszt, hogy hát a betegségeknek ugye hogy működnek a betegségek a lelki okok szempontjából. És hát ugye tudjuk jól, hogy nekünk van egy olyan két hónapos képzésünk, amikor a lelki okokkal foglalkozunk, tehát a betegségekkel, és illetve azoknak a lelki okaival foglalkozunk. És ugye azt is felfedezte, hogy, hogy minden lelki ok valamilyen konfliktusra vezethető vissza. Tehát minden lelki ok. Tehát mikor az ember beteg lesz, és van egy lelki ok a betegségének, akkor az egy konfliktusra vezethető vissza. Hát ez se újdonság, mert ezt is tudjuk, hogy ugye ez így van. De ő felfedezte ezt. És mondom, megnézem már mennyibe kerülnek a képzések. Ott, ahol ezt felfedezte. Jó? Tehát egy első képzés, 4 napos képzés, 120 ezer forint. Oké? Jó? Na most! A konzultációs óradíj az 2 órára 40 ezer forint. Oké? Ezt megnéztem az oldalán, ott vannak az árak. Tehát az illető, aki ezt csinálja. Jó? Tehát gyakorlatilag akkor miért is csinálja? Aha. Ez egyébként meghallgattam tőle egy félórás előadást, ki is tűnt, hogy ott pénzről szól a történet. Mondom, jó, akkor nézzünk utána, hogy mennyi pénzről szól a történet. Jó? Na most. Most miért mondom ezt? Mert nem tudom, tudod-e, hogy milyen óradíjakért csinálják ezeket. Jó, ez az óradíj, ez nem a legalacsonyabb óradíj, amit ugye itt az előbb elmondtam. Tehát az biztos, hogy 3000 forint alatti óradíja nem nagyon találkozol. Érted? Te se konzultációba, se képzésbe. Na most nálunk a havi képzésdíja, ha azt óradíjra levetítjük, akkor az 330 forint.
Ettől eltér az első hónap, mert az első hónapban 660 forint. Tehát ez egy olyan ár, amit bárki el tud, tehát meg tudja finanszírozni ezt az árat. Mennyi egy havi képzés? 30 óra. Vagy inkább több. A konzultációk csapaton belül ingyenes.